mennek, fizikálisan, vagy pontosabban gyorsjátékra kényszerítettek minket, ebben sajnos bele is jutottunk. Mit mondjak még? Jól lepatanóztak, domináltak rajtunk fölöttünk, és igazániból 20-asan megnyerték a mérkőzést. Most jön egy kis szünet, próbáljuk összerakni a csapatot, megoldani a problémáinkat, aztán fókuszálok a következő 5 darab mérkőzésünkre. Sok sikert! Gratulálok a körmennek a győzelemhez. Egy nagyon nehéz menetelés végén, mondjuk ugye december elej óta folyamatosan játszottunk, szinte pihenő nap nélkül, és hétről hétre nagyon sok fizikális meccset játszottunk. Most sem érkeztünk már ugye a legjobb formánkból, de ehhez képest harcoltunk, úgy értem, ezt lehetett látni. Mikor jelentkeztek a fáradtság jelei, akkor indokolatlanul felgyorsítottuk a támadásainkat, és a második fél idején 8-szer adott labdánk volt a körmennek, amiből lettek könnyű kosaraik, illetve akkor ott a védekezésünk is nem úgy működött, ahogy kellett volna. De ezután is még harcoltunk, ott voltunk, a végén is visszajöttünk 10 pont körüli különbségre. Dolgozunk tovább, most van egy kis szuszanyásnyi idő. Dolgozunk tovább, nagyon fontos 5 mérkőzés vár ránk, még a következő részben ránk az alapszakaszból, és mindent megteszünk azért, hogy elérjük a célunkat és oda jussunk a legjobb nyolcadikban. First, congratulations to their team. It was a good game. Of course, we executed the things that we wanted to do today. It's very tough after losing a couple games in a row, a few games in a row, including FIBA. So this is a big win for our team. Congratulations to our team, our coach. Everything is going well as we're going into this break. I wish them good luck with the rest of their season. That's about it. Thank you. Same. Big congratulations to Coach Kemet. The result is not the right picture of that what was happening on the court. It could easily turn different as many games for us in the past. But we stick with the plan. Today we controlled. We tried to control the game, and it paid off at the end. It's not a secret that there was a big pressure on the whole team. Again, one more time, they showed the character. They handled it very well, and now it's time to rest, to get ready for this last part of the season. The only thing what we are thinking right now is to refresh the mind. Second, to refresh physically and to be ready for the end of the season. So I wish all the best to catch Kemet in the next games, and that's it also from my side. And of course, congratulations to my team. They were amazing today.